Silent nights recalling you. A souvenir of what it could be. Csak szoktam beszélni az elején, ezért most nem fogok. De azért pár dolgot pedig el kell mondanom. Mondtam neked, hát nem is toltam, ne toltam. Hát van valamit képzelsz, hogy csak úgy elveszettem. Sziasztok, én Marci vagyok, és elkezdtünk a legújabb FIFA karrier mód részünkhez, ami a 8. rész. Már mennyire elő vagyunk. És mivel mindig sokat szoktam beszélni az elején, ezért most nem fogok. De azért pár dolgot megint el kell mondanom. Szóval, mivel az előző egykezes challenge videóban ugye arról volt szó, hogy 2 dolgot nem tudtam teljesíteni, ezért 2 játékost el fogunk adni. Mivel még nincs játék az első szezon, egyelőre csak nem fogjuk használni, és fel fogjuk tenni a transfer listre, ha olyat lehet, nem tudom. Ezek után pedig sajnos nem tudom, hogy hány meccset fog játszani. Most az mai felvételnél az 35-40 percet tudok venni, és még egy felvételi napja lesz ennek a videónak. Úgyhogy meglátjuk, hogy összejön a 3 mérkőzés, nagyon remélem, de akkor vágjunk is bele, és egy random simulatorrel, random number generatorrel le fogom generálni, hogy még messz számokat fogjuk eladni. 1-től 99-ig fog menni, max nem lesz olyan messz szám, akkor nem lesz. Oké, okay. Szóval 2 számot fogunk kérni, az 1-estől a 99-esig, és akkor készen állunk. Félek, jó? 23 és 7. Ajaj, ez egyik biztos jó lesz. Oké, okay, keressünk. Van-e 23-asunk? Ha valakinek száma sincs. 23 vagy 7, ezeket keressük. 22... 7! Neres! Jó! Hú, nagyon megijedtem. Oké. Okay. Vele annyira nagy baj nincs. És a Traoré! Traoré, nem igaz, a csatárunk Traoré, oké, okay, ő, azt hiszem egyébként őt se használjuk, erre most kíváncsi vagyok, szóval Nerezt és Traorét semmiképpen nem fogjuk használni mostantól. Traoré ben volt a kezdőcsapatunkban, úgyhogy ő kimegy, Nerezt itt például ben se volt, ez a bajnokok ligája csapat talán? Nem, ez még a default csapat, oké, okay, nézzük a bajnokok ligáját, onnan is kiszedjük Traorét a cserékezőre, és De Jong fog bejönni. Aztán még megnézzük a B csapatot is, szerintem a Traoré a kezdő csatár, úgyhogy őt onnan, igen, őt onnan el kell távolítani. Ajánlott cserék, Huntelaar, oké, Huntelaar lesz ez az emberünk, és akkor Traoré már a padon van, és ki másik? Neres is a pályán van, oké, akkor az ő helyére Promes, Neres, érted? És akkor Nereszt le is hozzuk, és beviszünk Fodent. Tök mindegy. Oké, megtörtént, szerintem nagyon jól jártunk, tehát tök jó random számokat generáltunk. Akkor pörgessünk bele az időbe, játsszuk le a BL meccsünket. Oké. Ziyech megint, Rashforddal nagyon szép átvétel, tovább passz Fodennek, Rashfordnak vissza, Rashford lövés, és belerugunk a labdába, vagyis, hogy nem a labdába, pont ez az, hogy nem a labdába, hanem az ellenfélbe. Úgy pedig mekkora helyzetét már a 8. percben, mire ezt kimondom, de szerintem egyébként hamarabb is volt. Rendben. Foden most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszkor passzoltunk. Én ugyan gondolom most ilyen mentegetőzésnek veszitek, de én már sokkal marabb megnyomtam ezt az algombot. Hát na most nem csináltam semmit, szóval ez most jogos volt, hogy elvesztettük. Bambán elől adta. Kérlek szépen Bamba vezeti oldalt, hát egy annyira rossz passzat, hogy Bamba odaadja Orbánnak a labdát. Úgyhogy köszönjük, és Orbánnal elvittük. De azóta már nagyon sok minden történt, például ez a szerencsétlen lövés Bambától. Úgyhogy köszönöm Bamba, hogy elrontottad magadnak a napodat, és hogy nekünk pedig egy tökéletes délután generáltál itt a FIFA-n belül. És aztán pedig Bamba, miért rontod el, amit olyan hogy szépen megcsináltál? Jó, csak tévedtem, hát Bamba nagyon ügyes vagy, jövünk semmi. Nem is szóltam neked, hát nem is szóltam, de szóltam, hát Bamba, mit képzelsz, hogy csak úgy elveszett, hogy nagyon ügyes vagy, Bamba. Köszönöm, hogy eladtad, na jó, azt hagyjuk abba, és vezessük el a labdát Rashforddal, behúzzuk középre, el kéne csavarni a bal felső sarokba, és fölé rúgjuk, Istenem, és fölé rúgjuk, Rashford! Milyen helyzetet hagyunk ki? Nem is fölé, hanem mellé, hogy lehet a rövid oldalra lőni ezt a labdát?
Kezdjük azzal, hogy én a hosszúra szerettem volna. Az nagyon szomorú volt, és nem szabad gólt kapni. Ez azt jelenti, becsúszunk, és ajj, gól! Gól, és gólt lő a Lille csapata, 1-0-ra vezet otthon az LOSC Lille. Csak hogy lebetűzzem nektek. Tovább megyünk, oké, Rashfordnak ott indítása. Promesznek, Promesz, messzire a lövés, és fölé! Fölé, megint fölé lőjük. Minden lövésünk fölé megy, semmi baj, majd a következő. Van de Beek elindul. Van de Beek egy Rashford kiszektetés, csak akkor már le sem voltunk. Miért pedig olyan szép volt? Olyan szép. Istenem, sírok. Olyan szép volt, lőttük is Rashford. Valahogy ami a Fodennek megy, vagy Fodentől jön, az nem lesz olyan túlságosan sikeres, és én mondtam. Én nem tudom, hogy miért, de én megmondtam, és hát ez bemarad. Én azt hittem, hogy ez ki fog menni. Oké. Okay. Semmi baj, Van de Beekkel elértük, és fél idő! 1-0-ra vezet az LOSC Lille csapata. Reménykedjünk. Reménykedjünk abban, hogy gólt tudunk tenni, ugyanis jó vagyunk. Szóval szerintem Fodent lehozzuk, és Szoboszlait fogjuk behozni a helyére, mert tényleg a mai nap, amit Foden művel, az egyszerűen katasztrófa, és megint. Én nem tudom, hogy miért, de akkor ma lecseréljük őt. Jöhet be Szoboszlai. Végre. Pályára léphet. És megmutathatja tudását. Már is Szoboszlainál a labda. Indítás Rashfordnak, ami egyébként tökéletes indítás volt. Rashforddal el tudjuk, hogy most innen lövünk. És egyszerűen ezt is föléle van. Én nem tudok ma lőni ebben a játékban. De mennyire fölé? Én nem, de fölé, mellé, mit? Én nem tudom, mit akarok ezzel a játékkal, komolyan mondom. Bamba, kipasszoltál szélre ennek a piednek, és nem érjük utol a piedet. Ez nem túl jó, de nagyjából utol érjük a bepassz, meg akadályozzuk Orbánnal. Hát Vili, hát ezért tartunk. Ezért tartunk téged, hogy ilyen fontos pillanatokban akadályozz meg azt, hogy például a Lost Lille, aki az utolsó ilyen pillanatban bajnoki a tabellán, de hát ha ezt a meccset megnyeri, akkor szerintem megelőz minket, akik mi harmadikok vagyunk, hogy a Lost Lille ilyenkor gólt szerezzen. De sajnos nem elég, hogy téged eltartunk, valaki más is kell ahhoz, hogy megakadályozzuk, de nem biztos, ugyanis megint te szereltél, Vilikém. Úgy van, csináljuk, jó lesz ez. Úgyhogy nem kapunk, ez nagyon veszélyes. Jaj, a bepassz, és egy... Milyen gólt kaptunk? Csukka, fejes gólt kaptunk, ami ilyes volt? Ha, már nagyon elhittem. Hú. Köszönöm, bíró, köszönöm, partijelző, mindenkinek köszönöm, aki így lestítélt itt. És annyira beszélek, hogy nem tudok koncentrálni a játékra, de semmi baj. Semmi baj majd most. Martinezzel beadjuk a labdát. Ott van Rashford! Hova fejeljük Rashforddal? Hova fejeljük? Aztán Promesz pedig elrontotta, és szöglettel jövünk, ugyanis úgy érzem, Celik belepiszkált. Gyönyörű beadás Ziyech-től, de sajnos Van de Beek fejét nem találtuk meg. Nem baj, Promesszel egy nagyon gyenge lövés lett volna az, hogyha egyetlen lövés is lett volna, de teljes blokkba torkollott. Oké, nagyon nagy a rohanás, nagyon nagy. Oké, elérjük-e? Elérjük Onanával. Induljunk el! De hova passzoljuk? Jézusom, nagyon ijesztő volt. Van de Beek tovább Promesznek. Promesz indítja Rashfordot. Rashforddal visszahúzzuk a labdát. Szoboszlai vissza akarja passzolni Rashfordnak. Nem sikerül, és aztán belecselezi magát az összes emberbe. Semmi baj, Van de Beek. Nem, akkor Promesznek a labda. Rashford. Nagyon nagy itt a végjáték. Szoboszlai. Rashford, és Rashford nem tudjuk. Nem tudjuk továbbvinni. Úgy érzem, ez volt az utolsó lehetőségünk. Nem, még van egy 2 perces ráadás. Oké, okay, Rashforddal beleakadunk az egészbe. Szoboszlaival megszerezzük a labdát. Szoboszlaival előjük innen. Szoboszlai és kédakapus. Mekkora lehetőséget hagytunk ki. Sárga lap. Celiknek, de ez minket már nem érdekel. Egy szöglet. Ennyi van hátra a mérkőzésből. Oké, okay, akkor vagy beadni. Jó, Ziyech-el. Van de Beek fejét keressük, nem találjuk. Szoboszlai, és nem engedi tovább a bíró! Nem engedi, pedig ott voltunk! A 16-os szélén ezt tovább engedtem volna, Spori! Milyen döntéshozás volt ez? Hát de komolyan! Csodában annyi lövésünk volt, és annyira közel álltunk, és a gól is egyszerűen annyira... gól volt! Egész meccsen ott volt a lehetőségünk. Biztos, hogy kiadjuk az interjút. Ott volt a lehetőség arra, hogy egyenlítsük,
sárgyelítsünk, és nem jött össze.